Összesen 17 napirendi pont szerepelt levél képviselőtestülete előtt, akik december 16-án hétfőn tartották meg ez év utolsó ülésüket. A kötelező napirendek sorába tartozott a képviselőtestület 2020. évi munkaterve, valamint a költségvetési koncepció, amit el is fogadott a testület. Szintén napirendi pontok között szerepelt az Aqua Kft. 2020. évi üzleti terve, valamint egy évre levélközség is lehetőséget kapott arra, hogy az Aqua Kft. Felügyelőbizottságába tagot delegáljon. Az év utolsó ülésén a Mosonmagyaróvári Hospice-ház támogatásáról is döntöttek a képviselők. A Mosonmagyaróvári térségi társulástól kaptunk egy előterjesztést a Hospice-ház támogatásával kapcsolatban. Itt már mi 2018-ban biztosítottuk a Hospice-ház működéséhez egy bizonyos összeg költségvetésbe történő tervezését, de mivel nem tudott elindulni ez a szolgáltatás, továbbra is nagyon fontosnak érezzük, hogy ez végre megvalósulhasson. Ennek érdekében levél összesen 1,5 millió forinttal támogatja majd a Hospice ház működését. Napirendi pontok között szerepel továbbá önkormányzati lakások elektromos mérőhely bővítése, a bölcsödeépítés projekt menedzsmenti feladatainak ellátása, valamint az önkormányzati lakások társasházi alapító okiratának felmérési terv készítése is. Egy útépítési terveit rendeltük meg, és egy másik utcának a közvilágításának a tervének kivitelezésére választottuk ki az ajánlattevőt, és hát ezen kívül pedig különböző egyedileg beérkezett kérelmeket bíráltunk még el. A testületi ülés végén tájékoztatók hangoztak el, többi között a falukarácsonyról, az újévi szerencsehozó lencsegulyásról, valamint a töpörtyű sütőnap rendezvényekről.